Én is nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus Krisztus nevében elsősorban, hiszen ő a mi megváltunk és ő a mi szabadítunk, róla szeretnénk bizonyságot tenni együtt fehér ruhás testvéreinkkel ezen a mai napon. Testvéreink bizonyságtételét, az Eszterét, Hannájét, a Mátéjét, tiszta bibliai nevek, úgyhogy ez így nagyon, nagyon biblikusra sikerült. Jó volt csodálni azt, ahogyan Isten ma is munkálkodik. És ez a mi bizonyságtételünk. Erről szól az ige, erről szól az Úr Jézus váltsághalála, hogy Isten munkálkodik, és az ő munkáját ma is meg lehet tapasztalni az életünkben. És akkor, amikor az ember ezt megtapasztalja, akkor megváltozik az élete. És ha megfigyeltük, akkor testvéreink bizonyságtételében volt egy olyan lelki gyakorlat, amely mindegyiknél jelen volt, és ez pedig az ima volt. Mert az ima az az eszköz, amelyen keresztül, az a mód, amelyen keresztül megszólítjuk az élő Istent. De nem csak mi vagyunk azok, akik beszélünk, hanem átéljük annak a csodáját, hogy az imában az Isten is megszólít bennünket. Van, amikor nekünk kell beszélni, mert megvan az ideje annak, hogy kiöntsük a Jóisten előtt a szívünket, és az Isten meghallgat. És ez olyan nagy élmény lehet az ember számára, hogy a mindenható élő Isten, aki teremtette a mennyet és a földet, aki föntartja az egész világot, ő figyel rám és hallgat engem. Ez olyan nagy dolog, nekünk sokszor fárasztó egymást meghallgatni. Vagy lehet sokszor gyermekeink, amikor folyamatosan nyűszítelnek bennünket, akkor azt mondjuk, legyél már csendben, hagyjál egy kicsit. És az Isten azt meghallgat. Máskor pedig fölismerjük azt, hogy most nekünk kell csendben lenni, és a mindenható élő Isten beszél hozzánk, szól hozzánk. És az, amit tőle kapunk, az, amit tőle hallunk, az élet, erő és áldás számunkra. Képzeljük el magunkat egy sötét szobába. Az ablakok zárva vannak, a függönyök be vannak húzva, a redőnyök le vannak engedve, és nehéz elhinni, ha a sötétben, hogy a függönyökön túl ott világosság van, nappal van. És tapogatózva közlekedünk a sötétben. Teszünk egy lépést, majd nagyon bizonytalanok vagyunk azzal kapcsolatosan, hova fogunk megérkezni. És elég fájdalmas az út. Beütjük a lábujjunkat az ássarkába. Talán leverünk valamit az asztalról, halljuk a csörömpölést. És nagyon nehéz a sötétben közlekedni és utat találni. És valahogy ilyen a világ, amiben élünk. Nagyon sok szempontból sötét a világ, amiben élünk. És valahogy próbálunk benne lavírozni. És megtalálni a megfelelő utat. És nagyon sokszor az történik, hogy megsebesül az ember. Megsebesülhet akár fizikailag is, de leginkább érzelmileg. Lelkileg sérül, amikor nem úgy történnek a dolgok, ahogy azt ő eltervezte volna. És képzeljük el, hogy ebben a sötét szobában egyszerre csak valaki tesz egy felfedezést. Elér egészen a függönyig, és a keze megérinti a kilincset, és rájön az, hogy a falakon van ablak. És elhúzzák a függönyöket, és kinyitják az ablakot, és egyszer csak, ami sötét volt, az most ragyogóan világosság lesz. És a világossággal együtt béke jön, erő jön, és annak a vágyakozása, hogy egyre közelebb kerüljünk a világossághoz. És minden, ami bizonytalan volt, minden, ami rejtélyes volt, az egyszerre csak értelmet talál is, és minden teljesen világos lesz. És csak egyszerűen annyiba került ez, hogy ki kellett nyitni az ablakot, és el kellett húzni a függönyöket. És valahogy ugyanezt teszi az ember életével az imádság. Az ima az az ablak, mondta valaki, amit Isten a világ falaiba helyezett. Belehelyezte Isten ezeket az ablakokat a világ falaiba azért, hogy mi rajta keresztül meg tudjuk szólítani az Isten, megtaláljuk az Istent. Valaki egyszer azt mondta, mindenki, aki tud beszélni, az tud imádkozni. De talán az is igaz, hogy aki nem kapta a beszédnek az ajándékát, még az is tudhat imádkozni. És ez a csoda, hogy Isten csak egyszerűen egy imádságra van tőlünk. Annyira banálisnak tűnik, annyira egyszerűnek tűnik, talán annyira közhelyesnek tűnik,
hogy a hatalmas Isten csak egy egyetlen imádságra, de ez így van, csak egyetlen imádságra, egyetlen őszinte sóhajra, kiáltásra van tőlünk az Isten. És az ő jelenléte egyik pillanatról a másikra egészen valóság lehet az életünkben. Ha végig lapozzuk a Bibliát, az Ószövetséget, az Újszövetséget, találunk benne nagyszerű imádságokat, nagy embereknek a nagy imádságait, az ószövetségi hithősöknek az imádságait, az Ábrahámét, a Mózesét, a Dávidét, a Salamon királyét, a Jósafát királyét, Esdrásét, Dánielért, az Újszövetségben is megtaláljuk Jézusnak imádságait, ugye a mi atyánkot, amelyet úgy gondolom mindannyian ismerünk, vagy Jézus főpapi imádságát. Az apostoli levelekben találunk nagyszerű imádságokat, amelyeket az apostolok elmondtak az Úrnak, vagy éppen a gyülekezettel kapcsolatosan az Úrnak. Ezen a reggelen egy talán kevésbé ismert imádságot szeretnék elétek hozni, Dávidnak az imádságát. Dávid akkor mondta el ezt az imát, amikor gyűjtést tartottak azért, hogy fölépítsék a templomot, és az ezt követő történésekben volt az, hogy Salamon átvette Dávidtól a királyságot, és ő lépett a trónra, és mielőtt ez megtörtént volna, Dávidnak volt egy hála imája, és ezt szeretném, ha felolvasnánk, a Krónikák első könyve 29. fejezetében találjuk ezt az imádságot, Krónikák első könyve 29. fejezetének a 10. versétől olvasom Isten igéjét. Krónikák első könyve 29. fejezet 10. versétől. Akkor áldotta Dávid az Urat az egész gyülekezet előtt, és ezt mondta. Áldott vagy te, Uram, ősatyánknak, Izraelnek Istene, öröktől fogva, mindörökké. Tied, Uram, a nagyság, a hatalom, és a fennség, a ragyogás és a méltóság, bizony minden, ami a mennyben és a földön van. Tied, Uram, az ország, magasztos vagy te mindenek feje. Tőled ered a gazdagság és a dicsőség. Te uralkodsz mindenen. A te kezedben van az erő és a hatalom, a te kezed tehet bárkit naggyá és erőssé. Most azért, Istenünk, hálát adunk neked, és dicsérjük a te fenséges nevedet. Mert ki vagyok én, és mi az én népem? Honnan volt erünk ilyen önkéntes adakozásra? Bizony tőled van mindez, és csak azt adtuk neked, amit kezedből kaptunk. Mi jövevények és zselérek vagyunk előtted, mint minden ősünk. Napjaink olyanok a földön, mint az árnyék, nincs állandóságuk. Urunk Istenünk! Ez az egész halom kincs, amelyet összeadtunk, hogy neked a te szent nevedet tiszteletére templomot építsünk, a te kezedből való, és tied lesz mindez. Tudom, Istenem, hogy te a szíveket vizsgálod, és gyönyörködsz az őszintességben. És mindezt őszinte szívvel önként adtam, és most örömmel látom, hogy önként adakozott neked néped, amelyet is összegyűlt. Uram, őseinknek, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek, Istene, tartsd meg örökre néped szívében ezt a gondolatot és szándékot, és közd magadhoz szívüket. Fiamnak, Salamonnak pedig add meg, hogy teljes szívvel tartsa meg parancsolataidat, intelmeidet és rendelkezéseidet, vigye véghez mindazt, és építse föl azt a várat, amit én előkészítettem. Amen. Drága Istenünk, köszönjük, hogy itt vagy közöttünk. Köszönjük, hogy eddig is szóltál hozzánk. Köszönjük, hogy kijelented magad, hogy mi halandó emberek megismerhessünk téged, az örökkévaló Istent, és azt a váltságot, amit te hoztál a te fiad, az Úr Jézus Krisztus által minden ember életére nézve. Uram, kérünk, hogy a következő percekben is a te lelked legyen az, Uram, aki bennünket megérint. A puszta emberi szavakon túl kérünk, Istenünk, hogy te legyél az, aki szólsz hozzánk. Használd fel ebben a te ígédnek üzenetét, és kérünk, dicsőítsd meg neved. Amen. Dávidnak nagyon sok imádságát olvashatjuk a Szentírásban. Ha a Zsoltárok könyvét föllapozzuk, akkor számtalan olyan Zsoltár találunk ott, amivel kapcsolatosan biztosak lehetünk abban, hogy azokat Dávid írta.
Sőt, olyan zsoltárok is vannak, amelyeknek a körülményeit is tudjuk, milyen volt az az élethelyzet, amelyben született az adott zsoltár, az adott imádság. De Dávid életének történetében is találunk imádságokat. Ez egy olyan imádság, amit Dávid már időskorban mond el, még mielőtt átadná az ő fiának a királyi uralmat, szerette volna előkészíteni a templomnak az építését, amit szeretett volna ő véghez vinni. Nagyon vágyott arra, hogy templomot építsen az Istennek. Isten mégis úgy látta jónak, hogy ne ő építse ezt fel, hanem majd hadd Salamon készíthesse el ezt a templomot. De Dávid nagyon lelkesen mindent előkészít is. Az előkészületnek a munkájához tartozott az, hogy ő maga, mint király, adakozott ennek a templomnak építésére, majd pedig föllelkesedett a nép is, nagyon sok kincset összegyűjtöttek a templom építésére is. Dávid idős királyként meghatódik, amikor látja azt, hogy az emberek mennyire lelkesek az Istenért. Amikor az ember már idősödik, akkor tapasztaltabbá válik, és talán egyre kevésbé lepődik meg azokon a dolgokon, amelyek történnek körülötte. És Dávid is egy idős király volt, egy idős ember volt, nagyon sok mindent átélt. Fiatalon, mielőtt még király lett volna, miután király lett, nagyon sok mélységeken és magasságokon vezette őt az Isten. Sok mindent látott már, győzelmeket átélt Izrael népével, voltak vereségek is, szellemileg is volt nagyon mélyen, aztán volt, amikor Isten megerősítette, felemelte, az ő családi élete is ilyen hullámzó volt, volt, amikor boldogság volt, volt, amikor szenvedés volt az ő engedetlensége miatt, hűtlensége miatt az Istennel szemben, és az ő családjával szemben, és mindezekből az élményekből születtek azok az imák, amelyeket ő megfogalmazott, és most idős királyként azt látjuk, hogy meghatódik, amikor látja azt, hogy a nép mennyire lelkes az Istenért és az Isten templomáért. És amikor látja Dávid a nagyon sok kincset, amelyet a nép összegyűjtött, akkor azt mondja, mindez a kincs, Istenünk, a te ajándékod volt számunkra. Mi azért tudtunk téged szolgálni, mert te szolgáltál felénk. Mi azért tudtunk neked adni, mert te adtál nekünk. És ez az idős király a népnek a figyelmét, a szemeit az Isten felé tereli. Föl kell nézni a kincsekről, a gazdagságról, meg egyáltalán most a templomról és a templom építkezésével kapcsolatos kérdésekről föl kell tekinteni az Istenre. És ezt teszi a király, és ez nekem nagyon tetszik. Mennyire bölcs Dávid. Irányítja az embereknek a figyelmét, az ő fiának, Salamonnak a figyelmét is, de az egész nép figyelmét terelgeti az élő Isten felé. És azt mondja a népnek, meg kell látni az Istent. Ezek a kincsek egyszerűen arról tesznek bizonyságot, hogy nekünk egy hatalmas Istenünk van, egy dicsőséges Istenünk van, egy gondviselő Istenünk van, és nekünk csodálni kell és imádni kell a mi Istenünket. És a mi Istenünk a szíveket nézi, azt mondja Dávid. Tudom, Istenem, hogy te a szíveket vizsgálod, és gyönyörködsz az őszintességben. Vagyis nem is az a kérdés, hogy mennyi kincs van itt, nem az a kérdés, hogy milyen a szívünk. És azt mondja Dávid, Uram, a mi szívünk őszinte előtted, és önként szolgáltunk neked is, és letesszük az életünket a te kezedbe. És mondd Dávid egy imát, amire szeretném, ha fölfigyelnénk. A 18. versnek a végén az utolsó mondat rész így szól, kösd magadhoz szívüket. Tartsd meg örökre népe szívében ezt a gondolatot, ezt a szándékot, vagyis azt, hogy házat építsenek is, az urat szolgálják, hadd legyen ez egy olyan vágy, amely folyamatosan ott lesz, és ott marad a népnek az életében, és az ő imájában azt kéri, kösd magadhoz szívüket. Kösd magadhoz szívüket. Éppen arra készülnek, hogy egy csodálatos templomot építsenek az Isten tiszteletére, és tudjuk azt, hogy elkészült ez a templom. És valóban nagyon szép lett, és valóban hatalmas érték volt ez az épület. Egy valódi csoda volt. Mégis Dávid, amikor előre gondol, előre lát, előre tekint, egy ilyen prófétai látással nem azt kéri, Uram, a te népednek a szívét kösd majd ehhez a templomhoz, épületekhez, falakhoz, vagy valamilyen hitrendszerhez, valláshoz, törvényhez, hanem azt kéri az ő népe életére nézve. Uram, kösd az ő szívüket
magadhoz. Kösd az ő szívüket magadhoz. És ez az Isten szívének a vágya ma is, hogy a mi szívünket, a mi életünket magához kösse. És ebbe az imádságba szeretném, ha egy kicsit bepillantanánk mindannyian ezen a délelőttön. Kösd magadhoz szívüket, és tehetjük ezt egészen személyessé, ezt a nagyon rövid imát, ami úgy gondolom, hogy közel hozhatja életünkhöz a mindenható élő Istent és a Jézus Krisztus váltságát. Mondhatjuk azt, kösd magadhoz szívemet, Uram. Kösd magadhoz szívünket. Lehet ez, kedves fehérruhás testvéreinknek az imádsága ezen a napon. Eszteré, Annáé, Mátéé. Mondhatjátok azt az Istennek, Istenem, nekem is arra van szükség, hogy a szívemet magadhoz kösd. De mondhatjuk ezt mindannyian. Akár mennyire érezzük talán távolnak magunkat Istenhez, vagy talán közelnek, akár vele való élő közösségben élünk, akár nem. Ez lehet az imádságunk. Kösd magadhoz szívünket. Az ember szíve valamihez kötődik. Sok mindenhez kötődik, és kötődhet. Hozzá nő az embernek a szíve, ehhez a földi élethez. És milyen megdöbbentő az, amikor szembesülünk azzal, hogy el kell menni ebből a földi életből. És aztán, amikor mi magunk felfedezünk valamilyen betegséget a testünkben, akkor megijedünk, és arra gondolunk, meg kell halnunk. Isten igéje azt mondja, hogy egy napon mindenkinek meg kell halnia, aki megszületett erre a földre. El kell menni ebből az életből, itt a földön nem tart örökké az élet. Az ember ragaszkodik az élethez. Ó, bármit megtenne az ember azért, hogy még élhessen. Emlékszem, hogy Nagyváradon, a belvárosi gyülekezetben volt egy testvérnő, aki már nagyon idős volt, és mindig elmondta a bizonyságtételében, hogy ő már készül elmenni ebből a földi életből, de még azt kérte az Úrtól, hogy egy kicsit maradhasson. És mindig úgy gondolta, valahogy ő is, meg mi is úgy gondolta, biztos ez az utolsó bizonyságtétel. Most már végképp elkészült, de még mindig azt kérte, még egy kicsit maradhassak. Igen, mert ez az életösztön, egészséges életösztön, amivel Isten bennünket megteremtett. De bármennyire is ragaszkodnánk az életünkhöz, bármennyire ragaszkodnánk az anyagi javainkhoz, bármennyire ragaszkodnánk a kapcsolatainkhoz, amelyek nagyon sok örömet és áldást hozhatnak az életünkbe, ezek a dolgok mind-mind mulandóak. És ebben az imádságban ott van ez az üzenet. És ez az első nagyon fontos üzenet, erről szól ez az imádság, hogy Isten önmagához szeretné kötni az életünket, a lényünket. Kösd magadhoz szívüket, mondta Dávid, a szív az egész embert jelenti a Szentírásban. Az érzelemnek, az értelemnek is, az akaratnak a központja volt a szív. És amikor Dávid azt mondja, kösd magadhoz szívüket, akkor azt mondja, kösd magadhoz egész lényüket. Ők emberek is, nem te teremtetted őket. Érzelemmel, értelemmel, akarattal. Nagyon jól tudod, hogy kik ők is, milyenek ők. Az ő egész életüket kösd magadhoz. Erről szól a kereszténység, hogy Jézus Krisztus azért jött el, hogy magához láncoljon bennünket. Hogy megértsük azt, hogy méltó az Isten arra, hogy neki szolgáljunk, és neki éljük, és neki adjuk a szívünket. Van olyan ige is a Bibliában, amely azt mondja, adjuk a mi szívünket oda az Istennek. Adjuk oda a mi életünket az Istennek. Erről szól a megtérés. Erről szól az Istenhez való közeledés. Hogy kezdem fölismerni azt, hogy Isten engem akar. Ó, vannak emberek, azt gondolják, hát ez az egész egy agymosás. Emberek másokat kihasználnak. Gondolhatta volna a nép azt, hogy a király kihasznál bennünket, elveszi a kincseinket, elveszi a pénzünket. Nem, Istennek nem a pénzünkre van szüksége. Isten bennünket szeretne, a mi életünket, mert úgy, ahogy vagyunk, nagyon fontosak vagyunk számára. És meg akar magának hódítani, ha úgy tetszik. El akar hívni bennünket az ő követésére. Ezért az Úr Jézus hívta az embereket az ő követésére, amikor itt élt ezen a földön. Senkit nem kényszerített arra, hogy követője legyen, sőt, volt olyan alkalom is, amikor
arra intette azokat, akik követni szerették volna őt, hogy gondolkozzanak, mielőtt ezt a döntést meghozzák. Mert lehet, hogy ez nem lesz olyan könnyű, és lehet, hogy nem lesz olyan felhőtlen az életük, mint ahogyan ők arra számítottak. Hogy ne legyen semmilyen félreértés, egyáltalán ne legyen semmi manipulálás ebben a történetben. Azt mondta az Úr Jézus egy alkalommal, az égi madaraknak van fészkük, a róknáknak van barlangjuk, az emberfiának nincs hová fejét lehajtania. Szeretnél én utánam jönni? Ez azt jelenti, hogy lesznek az életben nehézségek. Vagy lehet, hogy nem lesz minden olyan tökéletes. Krisztus életesen volt valami nagy emberileg tetszős élet itt ezen a földön. És Jézus ezzel az alázattal, ezzel az őszintességgel hívta az ő követőit, nem kényszerítette őket, egyszerűen csak hívta, fogadta. És ők maguk fontosak voltak Jézus számára. És ezt a csodát élték át az emberek, hogy Jézusnak fontosak. Mert akkor is, 2000 évvel ezelőtt is, ma is, annyira szükségünk van arra, hogy valaki feltétel nélkül elfogadjon bennünket. Hogy valahol otthon legyünk. Hogy valahol azt érezzük, hogy szeretve vagyunk. És Isten ilyen szeretett kapcsolatra szeretne bennünket megváltani. Ilyen szeretett kapcsolatra szeretné közel vonni magához a mi szívünket is. És ez a kapcsolat él. Él azért, mert megszólíthatom az Istent, és él azért, mert Isten is megszólít engem. És ebben nincs semmi hókusz-pókusz. Hanem egyszerűen csak őszintén, igen, itt a földön, két lábbal a földön, élem át ezt a csodát itt az életemben, hogy közel jön hozzám az Isten. És úgy, ahogy énekeltük, amely már nincs távol, hanem egy pillanatig, vagy lehet hosszabb ideig, de ez a föld összeér a mennyel. Addig majd, míg megjelenik majd Krisztus az ég felhőjén is, valóban elvisz bennünket az ő országába, ahol helyet készített számunkra. Egy szeretett közösség. Erre szeretné Jézus a mi szívünket magához vonzani. Arra, hogy békességet és biztonságot adjon nekünk. Olyan sokszor tapasztalta meg Isten népe, hogy csak Isten jelenlétében van biztonság. Amikor próbálták megoldani a gondjaikat, az ellenség kérdését, úgyhogy éppen más ellenséggel fogtak össze, Isten nagyon haragudott. Szerette volna Isten, ha megtapasztalják azt, hogy ő a békesség. És az, amire a lelkükben szükségük van, azt ő meg tudja adni nekik. És amikor azt kérjük Istentől, Uram, kösd magadhoz szívemet, akkor ebben ez is benne van, hogy Isten egy békességgel terjes szövetségre hív bennünket. Benne szeretetet és teljes elfogadást találunk. Ez olyan nagy csoda. Ez az Istennek, az evangéliumnak, Jézus Krisztusnak a csodája, hogy Isten elfogad bennünket úgy, ahogy vagyunk, és az ő jelenlétében történik a változás az életünkben. Nem hagy úgy. Valaki egyszer ezt úgy mondta, hogy jobban szeret az Isten annál, mint hogy úgy hagyjon, ahogy vagy. Megváltoztat. Újját, ezt erről tettek bizonyságot testvéreink, megváltozott az életük, amikor Jézus Krisztust befogadták. Nem arról szól a történet, hogy először megváltozok, és aztán Isten elfogad. Ugye akarva akaratul, és sokszor csúszunk bele ebbe a vallásos zsákutcába, hogy meg akarunk felelni az Istennek, meg akarunk felelni embereknek, meg akarunk felelni vallásos vezetőknek, és önerőből próbálunk erőre jutni. De az evangélium arról szól, hogy egyszerűen lehetünk önmagunk. Lehetünk azok a bűnös emberek, akiknek a gonosz megnyomorította az életét, beszűkítette a látókörét, összezavarta az érzelmeinket, elvette a békességünket, és igen, a bűnnek az uralma alatt vagyunk, de úgy, ahogy vagyunk, jöhetünk, mert elfogadást nyerünk. Szeretetet találunk. Az Úr Jézust úgy ismerjük meg az evangéliumi történetekben, mint a bűnösöknek a barátját. És az önigazult vallásos vezetőket ez nagyon zavarta, hogy Jézus miért barátkozik a bűnösökkel. Jézus vonzotta magához a bűnösöket. Azokat a bűnösöket, akiket amúgy senki nem szeretett, és nekik nem volt helyük az akkori vallásos életben, az akkori társadalmi életben, nem volt helyük. A paráznáknak, a vámszedőknek, főleg azoknak a zsidó vámszedőknek, ugye, akik a rómaiaknak dolgoztak, Izrael fiai, a hithű zsidók mélyen megvetették ezeket az embereket is, és kitaszították maguk közül is. Jön a názáreti Jézus,
és ő szeretettel fogadja őket, és megnyitja a karjaikat feléjük, és ezek az emberek vonzódnak Jézushoz, jönnek Jézushoz, mert megtapasztalják ezt a teljes elfogadást, megtapasztalják azt a békességet, amely Jézusból jön, és átélik annak a csodáját, hogy igen, Jézus méltó az imádatra, egyedül csak ő méltó, fölfedezik, kezd megnyílni a szemük arra, hogy meglássák, Jézus a Messiás, ő az, akiről szóltak a próféták, ő az Istennek a fia, és elkezdik őt imádni. És érdekes ezt megfigyelni az Úr Jézus életében, hogy már születésekor voltak olyan emberek, akik úgy imádták őt, mint Isten fiát, mint Messiást, mint szabadítót. Még nem láthattak egy csodát sem. Csecsemőként, Isten fia is, felnőtt emberként is úgy nézett ki, mint minden más ember. Nem volt semmilyen olyan különleges jel, amely arra utalt volna, ó, hát ő biztos Isten fia. Sőt, volt, hogy mondták is, hogy názáreti. Hát ő az Ácsnak a fia, a Józsefnek a fia. Hát ismerjük. Miért lenne ő a Messiás? Hát egy egyszerű ember. Egy egyszerű családból. Egy szegény családból. És mégis, már születésétől fogva, ott van ez a titok, hogy voltak, akik fölismerték benne az Isten fiát. És egész életén keresztül ezt látjuk. Ezt a két embercsoportot. Vannak, akik engednek Jézus szavának, Jézus hatalmának, megnyitják a szívüket, és mondják azt, igen, Uram, szeretnénk mi is hozzád kötődni, szeretnénk mi is téged követni, és követik Jézust, és szeretik Jézust, és ragaszkodnak hozzá, míg mások pedig kemények maradnak. Annak ellenére, hogy látnak csodákat már, látják azt, ahogyan Isten hatalma megnyilvánul Krisztus dicsőséges földi szolgálatában, látnak betegeket meggyógyulni, látják azt, ahogy a háromnapos halott kijön Jézus szavára, és látnak nagy csodákat, mégis voltak sokan, akiknek kemény maradt a szívük. Ez a titok. Ezzel az imával kapcsolatosan, és az Istennel való követéssel kapcsolatosan, az egyik ember megtapasztalja a csodát, a másik ember életébe pedig elmarad. Nem mindig értjük, hogy miért van ez, de az ige arra is tanít bennünket, hogy ebben nekünk is személyes felelősségünk van. És az Isten tiszteletben tartja a mi döntésünket. Volt olyan követője az Úr Jézusnak, aki szerette volna követni az Úr Jézust, amikor az Úr Jézus elmondta, hogy ennek mi az ára, akkor azt mondta, köszönöm szépen, nem kérem. És elment. Olvasunk arról, hogy Gadariak földjére ment az Úr Jézus, és ott meggyógyított egy megszállott embert, és aztán jöttek a falunak a vezetői, és azt mondták Jézusnak, kérünk, menj el. Menj el, mert nagyon sajnáljuk az állatainkat, akik belepusztultak a vízbe, amiatt, hogy te engedted, hogy a démonok beléjük menjenek. És nem szeretnénk több ilyen felfordulást magunk körül. Kérünk, menj el. És Jézus elmegy. És Jézus elmegy. Ha arra gondolunk, amikor az Úr Jézus keresztre feszítették, ugye két gonosztevő van, a két oldalán. És az egyik megragadja a kegyelmet, a másik pedig nem. Az egyik fölismeri ennek a csodáját, hogy egy imára van. A menny. A dicsőség, az Isten országa. A másik pedig kemény marad. Küzd magadhoz szívünket. Egy élő, szeretetteljes, békességgel teljes közösségre való meghívás ez, amelyben Istent válasszuk Istenünknek. Istent válasszuk a szívünk királyául. Ő lesz a vezetőnk, aki után menni akarunk. És ez az imádság mindannyiunk számára ezen a reggelen elérhető. Én is elmondhatom. Újból is újból elmondhatom, és te is elmondhatod. Lehet, hogy most először elmondhatod. Istenem, úgy gondolom, úgy értem. Úgy érzem, az én szívemnek is arra van szüksége, hogy magadhoz kösd, hogy magadhoz láncold. Eddig távol éltem tőled, de most kezdem érteni, hogy szükségem van a te közelségedre. És amikor az ember kezdi ezt fölfedezni az életében, ott van az a csoda, hogy Isten egészen közel enged bennünket magához. Kösd magadhoz szívünket.
Hadd említsek néhány olyan élethelyzetet, amiben ezt különösképpen imádkozhatjuk. Imádkozhatjuk olyankor, amikor kísértések jönnek, vannak az életünkben, talán erősebb intenzitással, mint általában. És ha gondolok fehérruhás testvéreimre, akkor, és azt mondom nektek, hogy lesznek kísértéseitek, akkor ezzel nem mondok semmi újat, és nem is vagyok valami olyan prófét, aki rosszat akarok kívánni. Mindannyiunknak vannak kísértéseik, bármennyire ragaszkodnánk az Úrhoz, bármennyire hívő emberek lennénk, és bármilyen régiségünk lenne abban, hogy az Istent követjük és szolgáljuk, a kísértések jönnek. És sosem válunk immunissá a kísértésekre. Sosem mondhatja azt a hívő ember, én már nem. Nekem már semmi, bármivel jön a gonosz, bármivel próbál engem becsapni, én már nem. Én már mindenütt olyan módon meg vagyok erősödve, föl vagyok fegyverkezve, hogy már rajtam nincs fogása. Ez nem így van. Sokszor beszélgetek haldokló emberekkel, idős emberekkel, akik hosszú évtizedeken keresztül éltek az Isten szolgálatában. És ott a beteg ágyon arra gondolsz egy beteg tehetetlen embernek, akiket lehet, hogy már csak napok vagy órák választanak el az örökké valóságtól. Milyen kísértése lehet egy ilyen embernek? És arra jössz el, hogy vannak, sőt, nagyon komoly kísértései vannak, amiket ott meg kell varjanak is. Kell kérjük az Isten erejét, hogy ő adjon győzelmet, és az ő szívüket pedig kösse az Istenhez. Erre az imára van szükség. Uram, a szívem legyen a tied, mert ezt próbálja tenni a gonosz. Megfosztani bennünket az Istennel való élő közösségtől. Elválasztani bennünket az Istentől. Ha még nem vagyunk az Istené, megpróbálja megakadályozni, hogy ez a csoda megtörténjen. Ha megtörténik, akkor minden áron megpróbál elválasztani. És olyan sokféle akadály jön arra nézve, hogy Istentől elválaszza a gonosz a hívőket. Azokat, akik elindultak is. Kedves barátaim, ha jönnek a kísértések, hadd jusson eszetekbe Dávidnak ez az imádsága. Kösd magadhoz szívünket. Kösd magadhoz szívünket. Amikor jön a gonosz és szeretné a szíveteket visszavenni, akkor mondjátok ezt, Uram, neked adtuk. És kérünk, hogy kösd újból és újból magadhoz, hogy egyedül csak a tied legyen. Mert a kísértésekben Isten az, aki nekünk győzelmet tud adni. Ez nem azt jelenti, hogy ránk nincs szükség, de tudjuk azt, hogy mi magunk kevesek vagyunk ehhez. Ez nem arról szól, hogy hiszünk magunkba, vagy úgy használjuk a Bibliát, mint valami varázskönyvet, mondogatunk belőle néhány szót, és akkor minden megoldódik, hanem arról van szó, hogy amikor szívem az Istené, akkor az Isten hatalma és dicsősége kiárad az életemben. Amikor a szívem megosztott. Ugye már Izrael népében is ott volt ez a fajta megosztás. Istennek is akartak ők szolgálni, meg más isteneket is akartak szolgálni. És megpróbálták a kettőt kibékíteni. És ez a vallásos embernek az örök gyötrelme. Megpróbál egy kicsit itt is, kicsit ott is. Úgy, ahogy hallottuk ezt a bizonyságtételekben, hogy valahogy mindenkinek megadjuk azt, ami neki jár. De a Bibliában azt látjuk, hogy Isten teljes szívet kér. És mindig a kísértésekben a győzelem akkor jön, amikor teljesen a szívemet az Úrnak adom. Mert a kísértés igazából arról szól, hogy a gonosz talált egy, lehet hajszál repedésnyi, de mégis repedésnyi rész valahol a gondolkodásomban, vagy a szívemben, az életemben, a lelkemben. Egy olyan hajszál repedést, amire aztán ő fogékonyá tesz. Amiben ő aztán beleköthet. És akkor már mindjárt érzem azt, hogy nem, ez nem az Isten munkája. Nem, ez nem a Szentléleknek a gyümölcse. Nem, ez nem a Szentléleknek a jelenléte. Ez a gonosztól én, ez most kísértés. És amikor azt mondom, Uram, kösd magadhoz szívemet, újból neked adom az egész szívemet, akkor ezzel azt mondom, nem adok semmit a gonosznak. Nem hagyok meg semmit. A gonosznak magamból, hanem mindent odaadok az Istennek. És akkor ez győzelmet jelent. Ez győzelem. A megpróbáltatások idején. Imádkozni ezt az imát. Vannak az életünkben nehézségek. És örültem hallani a bizonyságtételben azt, hogy a nehézségek olyan eszközök voltak, amelyek közelebb
vittek benneteket az Istenhez. És sokszor éppen ezért vannak, háborgunk meg, értetetlenkedünk meg, kérdéseket teszünk fel, amikor nehézségek jönnek az életünkben, pedig sokszor épp ezeken keresztül válik érzékenyi a szívünk arra, hogy az Istent megismerjük. Hogy ő rá figyeljünk. Lehet, hogy épp a nehézségek azok a meghatározó élethelyzetek, amelyekben végre föl tudunk kiáltani az Istenhez. Sokszor kell az Isten megengedjen mélységeket, hogy felfele tudjunk tekinteni. Mert olyan fent járjunk, és olyan fent éljük az életünket, hogy elfelejtjük azt, hogy bárhova lépünk itt ezen a földön, a fejünk fölött van egy ég. És van egy Isten, akivel számolnunk kell, akit nem kerülhetünk ki, bármennyire is szeretnénk kikerülni. Ó, lehet valaki azt mondja, bárcsak soha ne hallottam volna erről az Istenről. Bárcsak soha ne kellene ezen gondolkodni. De sokszor épp ez a legnagyobb bizonyíték arra nézve, hogy Isten létezik, mert róla gondolkodunk. Mióta ember van a földön, gondolkodik az Istenről. És számolnia kell az Isten, és beleütközik az Isten létezésébe, az Istennek a lényébe. És amikor jönnek a nehézségek, nincs annál nagyobb békesség, mint tudni azt, hogy az életem, az egész lényem ott van az Isten kezében. Azt mondja a 66. Zsoltár, ő tartott életben bennünket, és nem engedte, hogy lábunk inogjon. Mert megpróbáltál minket, Istenünk, megtisztítottál, mint az ezüstöt. A megpróbáltatásokban a mi szívünk közeledhet Istenhez. Egyre közelebb lehet az Istenhez. És a megpróbáltatások által Isten közel vonz magához. Mondhatjuk ezt az imát, amikor nehéz, és van, amikor nehéz. Van, amikor nehéz. Az, ami velünk történik, van, amikor nagyon piszkosul igazságtalan a helyzet, amiben vagyunk. Még olyan szempontból is, hogy azt mondjuk, hát Istenem, én neked adtam az életemet. És most akkor ez a válasz? Emlékszem, volt egy testvér a gyülekezetünkben, nagyon sokáig nagyon haragudott azért a feleségére, hogy megtért, és nagyon gonoszul bánt vele, majd egy kicsit megengedett, majd hosszabb idő után elkezdett járni a gyülekezetbe, és nagyon nehezen történt meg az áttörés az életében. És amikor végre megtörtént, és átadta az életét, és azt mondta, Uram, neked adom a szívemet, kösd magadhoz az én szívemet is, rövid időn belül kiderült, hogy rákos beteg. És akkor ez úgy igazságtalanul áll össze úgy az ember fejében. De akkor most miről szól a történet? Uram, nem gyógyulást ígértél, nem életet ígértél, nem áldást ígértél, nem reményteljes jövőt ígértél, meg hasonlókat? Akkor most mi van már? És aztán még jönnek emberek, akik azt mondják, na látod, elhagytad a vallásod, megver az Isten. És akkor el kellett jutni oda, hogy ezt mind megtanulja földolgozni, és mi is lássuk, csodáljuk az ő életében, ahogy megértette, ezzel Isten engem közel akar vonzani magához. És aztán Isten adott gyógyulást is neki, még élt 9 évet, majd aztán a betegség úrá lett az ő testén, de úgy maradt az emlékünkben, mint egy olyan ember, aki imádkozott és élő közösségben volt az Istennel. És amikor már nem mindig volt magánál, voltak kihagyásai az értelmének, mellé ültem, átöleltem, és azt mondtam, hogy imádkozunk. Akkor megnyílt az ablak. Akkor beáradt a fény. És világosság lett. És láttam azt a valamikor hatalmas, 120 kilós embert csontsoványan összeszikkadva. Alig érthetően, de mégis imádkozik ahhoz az Istenhez, aki ezt tudja, hogy megy a lelke. Mert meg van váltva a megpróbáltatások idején. Imádkozhatjuk. De imádkozhatjuk minden nap. Minden nap. Hiszen minden nap harcban vagyunk, minden nap kihívások állnak előttünk is. Azt mondani az Istennek minden nap. Uram, kösd magadhoz szívemet. Uram, kösd magadhoz életem. Így indulni. Azt mondja a Zsidók 3.13, sőt, buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tartam, ha... hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűn csábításától. Sokszor nem számolunk, mi hívők, eléggé azzal, milyen veszélyben van a szívünk. Úgy
Sokszor csodálkoznak a gyülekezetben, amikor látjuk azt, hogy vannak emberek, akik hátat fordítanak a hitnek. Ez mindig egyfajta hitpróba a lelkipásztornak is, a gyülekezet vezetőségének, a közösségnek is. A mi közösségünkben is voltak ilyen hitpróbák. Emberek, akik egy pillanatban még itt voltak, a másik pillanatban azt láttuk, hogy egyszerűen mindenek hátat fordítottak, amiben addig hittek. És úgy nehéz volt ezt megélni. És kérdezték az ember, mi történt? Hogy lehet ez? Egyik vasárnap még bennünket buzdít, és lelkesen imádkozik, a másik vasárnap meg pedig már nem is akar hallani Istenről, gyülekezetről, hitről, Bibliáról. És itt van a kulcs. Azt mondja az ige, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűn csábításától. Ha nem vigyázunk a szívünkre, megkeményedik. Eltávolodik az Istentől. Ahhoz, hogy eltávolodjon a szívünk az Istentől, nem kell csinálni semmit. Semmit. Magától eltávolodik. Ez a tulajdonsága. Ez a bűnös természetünk, amiről beszél az ige. Ezt örököltük a mi atyáinktól. Ezt jelentette az, hogy a bűn elhatalmasodott is. Mindannyiunk életére kihatással van, hogy egyszerűen nem kell tenni semmit ahhoz, hogy a bűnhöz vonzódjon az életünk, a gondolkodásunk, a cselekedetünk. Mert ilyen a természetünk, de ahhoz már tenni kell, hogy ott maradjunk az Isten közelségében. Újból is újból, minden nap. Meg kell nyitni az ablakot, el kell húzni a függönyöket, hadd jöjjön a világosság. És hadd mondjam azt, Uram, igen, közd magadhoz a szívemet, mert tied az életem. Ha ezt imádkozunk, és így éljük az életünket, akkor lesz ennek két csodálatos következménye. Az egyik az, hogy kitarthatunk mindvégig. És kedves fehérruhás testvéreim, én erre szeretnének bátorítani benneteket, hogy tartsatok ki mindvégig. És ebben a kulcs, ez a nyitott ablak az Isten felé. Ez ad erőt a kitartáshoz. Amikor nehéz lesz kitartani, amikor jönnek a kísértések, és jönnek a megpróbáltatások, és jönnek a nehéz idők, és jönnek a nehéz napok, ha Istenhez ragaszkodtok, ha szívetek az Istené, akkor ő erőt és kegyelmet fog adni nektek ehhez. Eszünkbe jut Jób, aki a szenvedésnek nagy példaképe, és azt kérdezte tőle a feleség, amikor látta, hogy szenved a férje, még most is kitartóan fedhetetlen vagy, még most is. Meddig tartunk mi ki az Isten mellett? A mi kitartásunk addig fogja bírni, amennyire a szívünk az Istené. Ezért voltak olyanok, és vannak napjainkban is olyan emberek, akik készek meghalni az Istenért. És ez nem valami vallásos fanatizmus, csak egyszerűen azt mondják, a szívem az Istené. És ezért, ha az emberek el akarják venni a földi életemet, ha testemet meg akarják ölni, akkor én ezt kész vagyok vállalni, mert az én szívem az Istené. Ha teljesen a szívünk az Istené, akkor ki tudunk tartani az Isten mellett mindvégig. Mindvégig. Ő ad ehhez nap mint nap új és új erőt. És egyre jobban szeretjük az Isten, ahogy telik az idő. Szükség van erre a kitartásra. És bár csak hadd lennénk mindannyian ilyen kitartóak, akik már elindultunk. És ha még nem indultunk el, akkor lehet épp ez a mai reggel egy olyan alkalom, amikor a lelki ablakok megnyilanak, és jön az isteni világosság arra nézve, hogy nekünk is éppen itt az ideje, hogy elinduljunk Krisztus követésében. És van még egy következmény, mennyei jutalom. Azt mondja az Úr Jézus a tanítványoknak, örüljetek és újongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttek éltetek. A tanítványokat érdekelte az, hogy mi lesz a jutalmuk, annak érdekében, hogy Jézust követik. És mondják egy alkalom, jönnek Jézus, azt mondják, figyelj Jézus, nagyon szép ez a történet, hogy mi mindent elhagytunk és téged követünk, de mi lesz velünk? Mi mit kapunk ezért cserébe? És tudjuk azt, hogy a tanítványoknak voltak elképzelések arra nézve, hogy milyen nagy emberek lesznek ők majd a Jézus földön megalapított királyságában. Én kis királyok szerettek volna ők lenni. És főleg voltak közülük némelyek, akik nagyon ambiciósak voltak ilyen szempontból. És azt mondja nekik Jézus, jutalmatok bőséges a mennyekben. Ez nem arról van szó, hogy Isten nem akarja, nem tudja és nem áldja meg a földi életünket, dehogy is nem. De minden földi ajándékon túl ott van az a mennyei jutalom, amiért érdemes odaadni
a szívünket az Istennek. És igazából ez az, ami számít. Hogy lesz-e, kapunk-e, mennyi jutalmat attól, akinek odaadtuk a szívünket. Mert a Biblia nagyon kizárólagos, csak az kap mennyi jutalmat, aki a szívét odaadta az Istennek, az életét odaadta az Istennek. Nem nagyon tudunk mi adni igazából mást, de ezt tudunk, ezt tudjuk, és ezt kéri tőlünk az Isten. És ha odaadjuk, akkor ő pedig ad örök életet, dicsőséget. Egy éneknek a szavaival szeretném befejezni. A szívem Krisztusé, nem számít semmi más, csak tudjam, hogy szeret, s már nem vagyok hibás. S ami egykor érték volt, mind köddé foszlott már. A régi életből semmiért se kár, mert a szívem Krisztusé.